nagyon jó érzés volt pályára lépni, ugye felnőtt válogatottként, és nagyon megtisztelő volt, hogy egyetlen kezdőként is játszhattam. Hát először is szerintem ezt csak az érzi, aki fel is vette már először a válogatottságim, mert ezt szerintem egyszerűen felülmúló érzés ennél nincsen, amikor valaki magára ölti ezt a mászt. Hát azt sem valamelyik meg tudtam mutatni magamból, de amit még ki szeretnék hozni magamból, azt még sajnos nem tudtam elérni. Rengeteg klubtársam van ugye itt a válogatottban, hála Istennek, de vannak ugye más bajnokságban szereplők is. Én őket már régebb óta ismerem, és én úgy érzem, hogy elfogadtak, és én be is illeszkedtem, és ezt szeretném így is tartani, hogy mindenkivel jó viszonyom legyen. Kicsikorom óta apukám meccseire jártam, és bemelegíthettem vele, és ott éreztem maga a futballvarázsát. Hát én a futballt azt 8 év az MTK-ba üzöm, saját nevelési játékos vagyok, és azért kezdtem el focizni, mert édesapám focizott még fiatalabb korában az Újpestbe, és rengetegszer kivitt engem is a pályára, fociztam, és apukám fedezte fel bennem a tehetséget. Van egy unokabátyám, és több is van, de az egyik focizik, meg ugye van egy testvérem, ő is focizik. Ezt ki se tudom fejteni, amit éreztem. Mindent meg akartam mutatni, oda tettem magam, küzdöttünk. Mindenféleképpen szeretnék kijutni a VB-re a csapattal, és minél jobb eredményt elérni, és minél több válogatottságot elérni. Az egész csapat neveiben és a stáb nevében én is ezt mondhatom, és mindenféleképpen a VB-re szeretnénk kijutni. És bízom benne, hogy ott is leszünk, és ezért az egész csapat meg fog mindent tenni. Én ezt már most tudom.